Nagy örömünkre itt van velünk Dávid Gyula, akit én egyetemista koromból ismerek jól, mert hát ő a nagy tanáraim egyike volt, amikor a fizikus szakra jártam, de hát azóta már nem csak a fizikus hallgatókat, hanem már hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az egész országot tanítja, mégpedig nem középiskolás fokon, hanem hát tulajdonképpen közel hozza az ő általa szervezett, és hát nagy mértékben futtatott Atomoktól a csillagokig előadás sorozat a hallgatósághoz a világot, a tudomány, a fizikával kapcsolatos tudományos eredményeknek a sokaságát, és hát nem véletlenül vagyunk most is atomcsilles pólóban. Szeretettel köszöntöm tehát Dávid Gyulát, itt van velünk tehát, és meghallgattuk Brian Schmidtet arról, hogy hát mi a helyzet ezzel az univerzummal, gyorsulva tágul, ami azt jelenti, hogy egyhamar nem lesz vége, és ebből felvetődik a kérdés, hogy hát akkor mi várható a következő, hogy mondjam 137 kvadrillió évben, vagy quintillió, 137 quintillió évben, hogy csak az egyik legnépszerűbb előadásodnak a címét idézzem. Tehát mi minden várható ebben a szinte végtelen sok, vagy hát végtelen sok időben, ami még ezek szerint előttünk áll. Üdvözlöm a hallgatóságot, nézőket. Ahhoz, hogy ilyesmire válaszoljunk, először is szét kell cincálni a kérdést. Lehet beszélni általában a világegyetemről, lényegében geometriailag, mekkora lesz, hogy tágul, mennyire lesz híg, mennyire lesz hideg, és lehet külön beszélni arról, hogy adott korszakokban milyen anyag tölti ki, és azzal az anyagban mi a helyzet, abban milyen folyamatok zajlanak le, éppen milyen objektumok léteznek. Nagyban az univerzumnak a történetét a gravitáció irányítja. Ezt ugye már Newton is tudta, Einstein óta meg még inkább tudjuk. Az egész problémának a leírásában az a gond, hogy egyszerre kell alkalmaznunk a nagy dolgokra alkalmazható gravitáció elméletet, pontosan az általános relativitás elméletet, valamint a kis objektumoknak, a részecskéknek a fizikáját, amit a kvantum elmélet ír le. És mint tudjuk, az általános relativitás elmélet és a kvantum elmélet jelenleg nincsenek sem fizikai, sem matematikai beszélő viszonyban egymással, mind a kettő olyan elmélet, ami mindent le akar írni, de nem ugyanazon a nyelven beszélnek, remélhetőleg a következő 50 évben ez megoldódik. Mindenesetre, hogyha ilyen távlatokról beszélünk, egyrészt a nagybum környékéről, másrészt a távoli jövőről, akkor mind a kettőt együtt kell alkalmazni. A gravitációról több dolgot kell most itt megjegyezni előzetesen. Az egyik az, hogy már Newton is úgy hívta, hogy egyetemes tömegvonzás. Mit jelent ez, hogy minden testre egyformán hat? A Galilei által el nem végzett pizai feltartalanyja kísérlet, ahol egyszerre lejtünk két különböző anyagból készült golyót, és azok egyszerre esnek le. Ugye ezt azóta már egy illusztrisabb helyen a Holdon elvégezték, tessék megnézni lehetnen, amikor egy libatollat meg egy hasgolyót lejtenek, és egyszerre esik le. Tehát ez pont azt jelenti, hogy a tömegüktől függetlenül mindegyik test egyformán esik le a gravitációs térben. Ez oké, ez most is így van, most is így gondoljuk. Newton még úgy gondolta, hogy a gravitáció aktív formája, tehát hogy mi kelti a gravitációs teret, az is csak egy dologtól függ, a testek tömegétől. Egy kiló az egy kiló, akármiből van, akármekkora hőmérsékletű, ugyanolyan gravitációs hatást fejt ki. Einstein óta, 1915 végén, mióta megvan az általános relativitás elmélet, azóta tudjuk, hogy ez nem ez a helyzet. A gravitációt több dolog kelti, tehát az anyagnak több tulajdonsága. Tehát például egy forgó gömbnek más a gravitációs hatása, mint egy nem forgónak. De legegyszerűbben azt mondhatjuk, hogy az anyagnak két alapvető tulajdonsága, a sűrűsége és a nyomása határozza meg a gravitációs hatást. Newton nem tévedett, mert itt a Földön a nyomások nagyon kicsik, és ezért elhanyagolhatók, nem lehet észrevenni. De vannak a kozmoszban olyan extrém körülmények, amikor nagyon fontos az anyagok nyomása. És a különböző anyagfajtáknál a nyomás és a sűrűség közötti összefüggés, amit ugye állapot egyenlet ír le, ez nagyon más. Sőt, ugyanazok az objektumok, hogyha másképp alkotnak makroszkopikus anyagot, akkor más állapot egyenletel írhatók le. Például az elemi részecskék, amikor plazma formában vannak, pozitív és negatív töltések kavarognak, akkor mások a makroszkopikus tulajdonságaik, mint amikor előbb atomokba egyesülnek, és az atomokban semleges gáz keletkezik.
Ezért, amikor azt akarjuk leírni, hogy mi szabja meg a univerzum gravitációs hatásait, akkor meg kell nézni, hogy milyen típusú anyag tölti ki, és hát milyen állapotban van. Természetesen az univerzum tágulásával ez az állapot változik, ezt kell követni. Érdekes módon az derült ki, hogy az univerzum történetében hosszú korszakok, vagy nevet kozmikus eónok váltják egymást, amelyekben egy-egy anyagfajta dominál, tehát lényegében elég annak a tulajdonságaival foglalkozni. Ezek hosszú ideig, hát bizonyos értelemben hosszú ideig, az éppen aktuális, az univerzum akkor életkorához képest hosszú ideig tartanak ezek a korszakok. Valahogy úgy lehet elképzelni, mint a magyar történelmet. Vannak ilyen hosszú, békés, nyugodt korszakok, amikor senki sem kérdőjelezi meg a felsőbséget. Mária Terézia, Első Ferenc, Ferenc József, Horthy, Kádár, hadd ne folytassam. Na most minden esetre az ilyen történeteket rövid, mozgalmas, mondhatjuk, hogy forradalmi, de inkább csak zavaros korszakok választják el egymással, amikor is egyik anyagfajta átveszi a másiktól az uralmat. Más hasonlattal úgy mondhatjuk, hogy ez olyan, mint egy kozmikus szappanopera, csak minden felvonás milliószor hosszabb, mint az előző. Általában új szereplők jelennek meg, és azok játsszák a főszerepet a következő epizódban, vagy a korábban mellékszereplők lépnek elő főszereplővé. És így akkor fel tudjuk osztani az univerzum eddig eltelt történetét sok kicsi korszakra, mondjuk mostantól visszafelé menve, most ugye mi uralja a világot, lényegében, hogy mondhatjuk, hogy galaxisport tölti ki, ritkán elhelyezkedő galaxisok, amik csak nagyon ritkán ütköznek, lényegében nincs köztük kölcsönhatás. Megyünk vissza, azelőtt volt egy olyan korszak, amikor egyenletesen elosztott atomok töltötték ki az univerzumot. Mikor volt ez a nagybum után? 380 ezer évvel kezdődött ez az atomos korszak, és utána hamarosan néhány 10 millió vagy néhány 100 millió év múlva már lettek csillagok. Az atomos korszak előtt plazma korszak volt. Miért? Korábban melegebb volt az univerzum, és ha túl nagy a hőmérséklet, akkor az atomokat szétverik a sugárzásnak a részecskéi, a fotonok, és akkor forró plazma volt. Még visszább megyünk a korszakokba, akkor mindenféle elemi részecskék keletkeztek, hiszen egy foton már tud kelteni egy részecske, antarészecske párt, elektron, pozitron párt, még korábban már mondjuk proton, antiproton. Így megyünk vissza a korszakokban, akkor egyre nagyobb tömegű elemi részecskékkel találkozunk. Hát valahol véget ír a tudásunk, mert ezt az információt, ezt a részecskegyorsítókból kapjuk, és ott valahol van egy energetikai határa, eddig eljutottunk, hogy annál nagyobb tömegű részecskék vannak, vagy nincsenek, és ha vannak, akkor milyenek, azt majd a következő századokban fogjuk megtudni. Az biztosan tudjuk, hogy még sokkal az erőt, hogy ezt a sokkal ilyen dramaturgiai skálán kell érteni, tehát valamikor a töredék másodpercekben 10-30 valahányadikon másodpercen nagy bum után volt egy furcsa korszak, amikor egy másik nevezetes anyagfajta uralkodott, az úgynevezett Higgs mező, amivel nemrég találkoztunk, amikor ennek a részecskét felfedezték 2012-ben. Ekkor történt egy olyan érdekesség, hogy az univerzumnak a tágulása az gyorsult. Erről majd még sokat fogunk beszélni, hogy gyorsul vagy tágul a tágul. Hogy az előtt mi volt, az az úgynevezett kvantumgravitációs korszak. Ezt nem tudjuk, hogy mi történt itt, de büszkék vagyunk rá, hogy nem tudjuk, mert ki tudjuk számítani, hogy mikor volt ez a korszak. Ez az az esemény, azok a körülmények, amikor egyszerre kellene alkalmazunk a kvantumelméletet meg a gravitációelméletet. Tehát ha így visszafele megyünk, akkor ezek a dramaturgiai felvonások egyre rövidebbek, és véges időben 13,8 milliárd évbe belefértek. Elvileg, ha pontosan számolunk, akkor végtelen sok felvonás, amiből az utolsó, mondjuk tizenvalahány felvonást ismerjük. Ha az ellenkező irányba indulunk el mostantól a jövő felé, akkor kevesebb korszakot ismerünk. Miért? Mert kevés ismeretünk van arról, hogy milyen a nagyon hideg és nagyon híg anyagnak a fizikája. Ezért kimondta egy neves tudós, hogy a univerzum történetének a kétharmadát már ismerjük. Hát, hogyha végtelen sok korszakból áll, akkor az nem túl sokat jelent, hogy kétharmad, de a múltból több felvonást tudunk megkülönböztetni, mint a jövőből. Most megpróbáljuk ennek a jövőnek a különböző korszakait elválasztani. Természetesen ez azon múlik, hogy mi lesz a tágulásnak a nagybani kimenetele. Mire tudjuk jellemezni az univerzum tágulását? Nagyon egyszerű, egy darab függvényt kell megadnunk az idő függvényében, mondjuk úgy, hogy két galaxisnak az átlagos távolságát. Tessék elképzelni, most ezt mindig a lufi hasonlattal szoktak jönni, nem lufi az univerzum, de azt képzeljük el, hogyha fölfújunk egy lufit,
Kérdés, hogy mikor, hol vannak rajta a pöttyök, elég megadnom azt, hogy a sugara hogy változik az időben. Ebből már akármelyik felszíni pontnak ki tudom számítani a történetét. Ha egy nyuszilék gömböt fújunk föl, akkor külön függvénnyel kell jellemezni a fülét, farkát és egyéb alkatrészeit. Bonyolultabb geometriai objektumok leírásához több adat kell. Az univerzum véletlenül vagy nem véletlenül, ezzel sokat vitatkoznak, olyan egyszerű, hogy egyetlen függvénnyel leírható. Ez a függvény, ugye így szokott kinézni, mindenki látott már ilyen rajzokat, egyre lassabban emelkedik. Miért? Megértjük. Ez olyan-olyan egyenlet írja lesz, mint a feldobott követ. Feldobott követ a gravitáció fékezi, egyre lassabban megy föl. Az is lehet, hogy megáll és visszaesik, az is lehet, hogy a végtelenségig fog távolodni egyre lassabban. Brian Schmidt és kollégái, több független munkacsoport 90-es években azon dolgoztak, hogy csillagászati adatok alapján eldöntsék, hogy melyik ilyen lehetséges matematikailag kiszámolt tágulási görbén vagyunk. És nagy megdöbbenésükre az derült, hogy nem ilyen görbén vagyunk, ami lassul, hanem éppen gyorsulóban levő görbén. Tehát egy ideig az univerzum lassulva tágult, aztán gyorsulva tágul. Kérdés, hogy mi történik a jövőben? Volt már ilyen korszak az univerzum történetében, amikor gyorsulva tágult. Ez a bizonyos inflációs korszak, amit emlegettem, ez a Higgs mező által uralt korszak, az olyan volt, az véletlenül olyan anyag, ami gyorsítja a tágulást. Másképp mondva, antigravitál. Ha a közönséges gravitáció az anyagnak a kölcsönös vonzása lassítja a tágulást, akkor ha gyorsul, azt úgy is mondhatjuk, hogy antigravitál. Sajnos van egy rossz hőrjünk Márti megfájnak, ezt nem lehet deszkára kenni, ezt az antigravitációs hatást, és nem lehet úgy libegni vele. De lényegében volt már ilyen korszak, tehát nem kell azon nagyon csodálkozni, hogy jelenleg is ilyen tágulás vagyunk. Nagyot csodálkoztak annak idején a tudósok, és nagyot vitatkoztak, hogy helyesek a mérések, vagy nem helyesek. Ugye erős állításokhoz erős érvek kellenek, de sok tapasztalat azóta már csillagászati tapasztalat és modellek illesztése megerősített, hogy jelenleg ismét egy ilyen gyorsult tágulási korszakban vagyunk. Mi okozza ezt a tágulást? A gyorsuló tágulást. A tágulás az a lendületben megy, de hogy a gyorsulót kell megindokolnunk. Két alapvető elmélet létezik az ügyben. Az egyik az, hogy az úgynevezett kozmológiai állandó. Ezt még Einstein vezette be 1917-ben, hogy az újonnan elkészült általános relativitás elmélet segítségével az egész világ egyetemet leírja, tehát kozmológiai modellt készítsen. Ez egy paraméter, ami be van építve a világegyetem szövetébe, egy ilyen tágulási tendencia. Ha ez igaz, hogy ez egy univerzális állandó, akkor ez mindig hat. Miért nem hatott korábban, miért nem vettük észre, hogy gyorsítja a tágulást? Mert sűrűbb volt az anyag, és a sűrű anyagnak a gravitációs vonzása fékezte a tágulást. Most már elég ritka az anyag, kb. 10 milliárd évvel a nagy bum után már eléggé megritkult ahhoz, hogy a mindenhol jelenlévő kozmológiai állandó nekilásson, legyőzze és gyorsítsa a tágulást. Ha a kozmológiai állandó valóban létezik, és ő okozza ezt, akkor az univerzum jövője az, hogy az a gyorsuló tágulás a végtelenségig folytatódik. Másik lehetőség az, hogy ezt a mostani gyorsuló tágulást ugyancsak egy speciális anyagfajta okozza. Annak idején a 10-30-valahányadikon másodpercnél a Higgs mező volt ez. Elképzelhető, hogy most is van egy ilyen fajta anyag. Ennek a hipotétikus anyagnak a fizikáját ismerjük, én vizsgáztatni szoktam belőle, de konkrétan nem találták még meg ezt az anyagot, tehát gyorsítókban, stb. Nem észlelték, csak ezt a gravitációs hatását, az univerzum tágulását, gyorsító hatását ismerjük. Nagyon hülye nevek vannak forgalomban. Ez az, amit úgy szoktak nevezni, a sötét energia. Ez teljesen félrevezető. Ez nem egy energiafajta, ez egy anyagfajta. Csak meg akarják különböztetni az egészen más dologtól, a sötét anyagtól. Ezért adtak neki ilyen ostoba nevet. Én inkább quintesszenciának szoktam nevezni, mások meg inflatonnak, szóval van néhány ilyen elnevezés. Lényeg az, hogy ez is egyfajta anyag. Ha ez az anyag okozza az univerzum gyorsuló tágulását, akkor lehetséges, hogy ennek a gyorsuló szakasznak is egyszer vége lesz. A hajdani infláció véget ért, amikor elfogyott ez az anyag, vagy átalakult mássá. Lehet, hogy ez a mostani gyorsuló tágulást okozó anyag is egyszer csak elfogy, és akkor ez a görbe ismét visszafordul. Sőt, még az is előfordulhat, ad abszurdum, hogy a görbe teljesen visszafordul, és mégis csak lesz nagy recs, hiába mondtad, hogy végtelen ideig tart. Azt ma látjuk, hogy gyorsulva tágul, és ez már végtelenbe megy a görbe, de nem tudjuk, hogy ennek a korszaknak egyszer talán vége lesz, vagy nem, nem tudjuk, és akkor viszont visszafordulhat, és talán nagyon-nagyon messzi távolban lesz nagy recs.
jellegi tendenciákban nem ez következik, de hát azért nem tudunk biztosat mondani. Sőt, vannak még az emberebb elképzelések is. Miért ismételni a természet önmagát? Atomok nem ugyanúgy épülnek fel a részecskékből, mint az atommagok az ő részecskékből, vagy mint a protonakvarkokból. Természetben mindenhol megismétlődik például ez a struktúra, hogy kisebb dolgokból nagyobbak lesznek, de nem ugyanúgy. Miért játszana a természet még egyszer ugyanazt? Miért most is egy ilyen Higgs-mező jellegű objektum okozna a tágulást? Kitaláltak másfajta anyagot, másfajta állapot egyenlet. Ez az úgynevezett fantomanyag. És a fantomanyagnak az az érdekessége, hogy akkor a tágulás az véges idő alatt eléri a végtelent. József Attila ezt megírta, törvény szövedéke mindig szétszakad valahol, véges idő alatt az összes galaxis, összes atom a végtelenbe távozik. És akkor az egész anyag valahogy a semmivé vész, véges időn belül. Hát ez nem túlságosan biztató perspektíva, magunkat meg az unokáinkat még nem kell félteni, de esetleg a kvadrilliadő unokákat már félteni kellettől. Hát itt ez már ugye nagyon hipotetikus, ugye, ez természetesen, viszont hogyha csak azokból az egyenletekből meg a elméletekből indulunk ki, amik már ezerszer bizonyításra kerültek, akkor azért mégiscsak lehet valamit mondani arról, hogy hát ha nem lépnek be ezek az ismeretlen játékosok például, akkor például mi fog történni mindazzal, amiből mi állunk? Hát azt gondolhatjuk, hogy a csillagok ki fognak aludni egyszer, talán, gondolom, aztán arról is hallani, hogy bizony gravitációs hullámok terjednek erre arra a térben, tehát hogy miközben a csillagok gravitálnak, vagy keringenek egymás körül, vagy a galaxisok ugye élik a kis életüket, közben tulajdonképpen energiát veszítenek, hiszen azt kisugározzák gravitációs hullámok formájában, és akkor emiatt szokták mondani, ugye, hogy összeállnak egyre nagyobb anyagcsomókká. Végül is egy idő után ezt Roger Penrose mesélte egy nem olyan rég látott interjúban, hogy hát végül is előbb-utóbb minden össze fog állni marha nagy, vagy hát különböző méretű fekete lyukakká végül is, amelyek azonban szintén nem örök életűek, de hát itt már ez nyilvánvaló, hogy számunkra teljesen elképzelhetetlen időskálákról van szó, de nagyon érdekes, és akkor ez egy kérdés felét, hogy egy olyan időskála, az több független történetben is előjön, ami az hogy 10 a 30-on év. Tehát, hogy 10 a 30-on vagy másodperc, nem is tudom, igazából majdnem mindegy. Majdnem mindegy. Ebben a léptékben. De úgy tűnik, hogy van valami olyan időskála, ahol több szempontból is nagyon másmilyen lesz a világ, minden szempontból, mint amit most megismerhetünk. És ezt te is említetted az emlegetett kitűnő atomcsilles előadásodban. Tehát mi minden fog akkorra történni. Ez az a bizonyos quintillió év a 13-on, ezért adtam ezt a nevet egyrészt, mert jól hangzik, meg oda lehetett eléje írni a 137-et, ami a fizikusok alapszáma. Amiről az előbb beszéltem, ez sokkal-sokkal nagyobb időskála, tehát 10-200-on év múlva lehet ez a végtelenbe elszállás, meg egyebek. Tehát ahogy mondtam, olyanok ezek az egymást követő korszakok. Jelenleg ezt a bizonyos atomkorszakot, vagy csillagkorszakot éljük. Ha a univerzum anyagtartalma szempontjából nézzük, és nem a globális tágulási tendenciából, akkor az az érdekesség, azt lehet mondani, az univerzum még nagyon fiatal. Hát, hogy ez 13,8 milliárd év, az emberben kicsit öreg, de univerzumban fiatal. Mihez lehet ezt viszonyítani? Úgyhogy a jelenlegi korszak épp hogy csak elkezdődött. Tehát a korábbi korszakok, ezek a különböző elemi részecskékkel jellemzett korszakok nagyon rövidek voltak, töredék másodpercekig, percekig tartottak, a plazma korszak az mondjuk 100 000 évig, de azóta ez az atom korszak, ez 10-valahány milliárd éve tart. De meddig fog tartani? Körülbelül 1000 milliárd évig. Mi történik most? Durván arról van szó, hogy az atomokból összeálltak csillagok, tehát galaxisok és azokon belül csillagok, és a csillagok szép lassan elfogyasztják az univerzum alapanyagát, nagyrészt hidrogént, és átalakítják héliummá, és a szerencsésebb csillagok tovább mennek, és ezt a nehezebb anyagokká is átalakítják, aztán szétspriccelik, hogy jusson belőle bolygókra, meg egyéb ilyen mellékképződmények, mint élet, meg fizikusok. De a
univerzum anyagának nagy része még ma is hidrogén, tehát ez az átalakítás éppen hogy csak elkezdődött. A nagy tömegű csillagok gyorsan végére érnek a életciklusoknak néhány millió év alatt, az éppen hogy csak begyulladt kisebb tömegű csillagok, ugye lassan járj tovább X alapon, azok évmilliárdokig elpislákolhatnak, akár 1000 milliárd évig is eltarthat. Tehát mondhatjuk azt, hogy a következő 1000 milliárd évben lényegében ugyanaz történik, mint most. Csillagok lassan átalakítják a hidrogént héliummá, és vannak ilyen mellékfolyamatok a környéki, mint bolygók, meg egyebek. Szaporodik a hidrogénnél nehezebb anyag, ugye a csillagászok furcsa emberek, mindent, ami nem hidrogén, meg hélium, azt fémnek hívnak. Az univerzum egyre fémesebbé válik, ugyanakkor egyre kevésbé fényessé, tehát ez a következő 1000 milliárd év lényegében még csillagokkal telik el. Aztán csillagok lassan kialszanak, vannak, amik felrobbannak és szétszórodnak, a kisebbek azok szép lassan kihújnak. Mi történik ilyenkor például a Földdel? Hát a csillagoknak a történetének van egy olyan korszak, amikor fölfúvódnak nagyjá, a nap például olyan vörös óriássá fog válni, ami majdnem a Marsig ér. Tehát a Föld a nap légkörében fog keringeni. Ne felejtsük, egy napnak a tömege nem fog megnőni, tehát a napnak az átmérője körülbelül 200-szorosára fog megnőni. Tessék ezt köbbre emelni és kideríteni, hogy hányszorosra lesz a térfogata, és ennek megfelelően hányszor kisebb lesz a sűrűsége. Tehát amikor azt mondjuk, hogy benne leszünk a nap légkörébe, az azt jelenti, hogy kicsit ritkább anyagban leszünk, mint a jelenleg a laboratórium belül látható vákum. De ebben gyorsan száguldozó pár ezer fokos részecskék vannak, Földről szépen leégetik a légkört meg az óceánt, hát hogyha utódainknak szerencséje van, és nem háborúzással foglalják el magukat, akkor ezelőtt elmenekülhetnek. Ez 4 milliárd év múlva aktuális. Utána a nap össze lefújja a külső rétegeit, összezsugorodik fehér törpévé. Amikor a 70-es években ilyet mondtam egy előadáson, hogy egy vörös óriásból előbb-utóbb fehér törpe lesz, akkor a pártitkárok csúnyán néztek. Hát pedig ez tényleg egy csillagászati tény. És a napból fehér törpe lesz. Tehát a fehér törpék egy idő után szép lassan kialszanak, fekete törpék lesznek. De ott keringenek körülöttük a kicsit megpörkölt bolygók. A Jupiterről is valószínűleg a gázréteg lekerül, de a közepén még megmarad. Mi történik a bolygókkal? Most egy olyan effektus következik, amiről a fizikusok már nagyot vitatkoztak 100 évvel ezelőtt, amikor 1911-ben Rutherford felfedezte az atommagot, és felvetette azt a modellt, hogy az atommag körül negatív töltésű elektronok keringenek, akkor mindenki felhördült, aki tanult fizikát. Micsoda marhaság ez? Hát egy keringő töltött részecske elektromágneses hullámokat sugároz ki, az elviszi az energiájának meg az impulzus erőmomentumának egy részét, és be fog spirálozni a magba. Ezt kiszoktam számoltatni, ez egyáltalán szerintem veled is kiszámoltattam, hogy 10⁻⁸ másodperces nagyságrend alatt bespirálozik, tehát nem létezhet olyan, hogy hidrogén, mert pillanatok alatt megszűnik. Külön ki kellett találni ez a kvantumelméletet, hogy megmagyarázzak, hogy miért létezik a hidrogénatom. Na most ez nem csak az elektromágneses sugárzással fordul, hanem az általában említett gravitációs sugárzással is. Hogy a Föld megy a nap körül, energiája egy részét, és az impulzusátom egy részét kisugározza a gravitációs hullám formájába. A gravitáció nagyon gyenge erő. Aki már esett anyat, az azt hiszi, hogy erős, de tudhatjuk, hogyha például leteszünk egymástól 1 méterre két elektront, azok ugye gravitációsan vonzák egymást, és elektromosan taszítják egymást. Hány nagyságrenddel nagyobb az elektromos taszító erő, mint a vonzó erő, te biztos tudod? Persze, hiszen ez maga a válasz, vagyis az, hogy 42. 10-42. Enszer, tehát 42 nagyságrenddel nagyobb az elektromos erő, ezért emellett el lehet hanyagolni a gravitációt. A gravitáció ennyire gyenge. Miért érezzük nagyban mégis? Mert az anyag saktábla szerűen épül föl pozitív és negatív töltésekből, és az eredő töltés nulla, végül is csak a maradék hatásokra szoktuk érezni szikrázás formájában. A gravitációnak viszont nincs ellenereje, ez leárnyékolhatatlan. Ha elég sok atomot összerakunk, akkor sok lúddisznót gravitál alapon, végül ez fog győzni, és a nagy testeknél már a gravitáció hatásos. Tehát az a lényeg, hogy a gravitáció nagyon gyenge. És ennek a négyzetével arányos a gravitációs hullám kisugárzás. Tehát hogyha egy elektronnak ki kellett volna sugározni az energiáját, kiszámolhatjuk, hogy mennyi idő, akkor a nap körül keringő Föld is kisugározza előbb-utóbb gravitációsan az energiát, és be fog spirálozni a napba. Ezek egyszerűen elemi konstansokból kiszámolhatók. Ez az a bizonyos 10-30. Év, ez a nagyságrend jön ki. Persze egy nagyobb bolygók messzebbről indul az később, de nagyságrendileg körülbelül ilyesmik jönnek ki. Tehát a bolygókkal ez történik, ez az egyik lehetőség. Van egy érdekes másik lehetőség.
Amikor 150 évvel ezelőtt elkezdtek komolyan foglalkozni a naprendszer keretkezésének elméletével, akkor volt egy olyan gondolat, hogy a nap mellett elment egy másik csillag, és annak a gravitációs vonzására a napból kinyúlt egy anyagtömb, leszakadt, aztán szétszakadt kis részekre, és abból lettek a bolygók. Már tudjuk, hogy nem így van, tehát a Föld anyaga nem járt soha a nap belsejébe, ezt izotóp vizsgálatokkal el tudjuk különíteni, hogy más anyagból van, tehát egy közös felhőből származtak, de nem került be a napba az anyag. Mindenesetre, amikor ez az ötlet felmerült, akkor a csillagászok azon szomorkodtak, hogy nagyon kicsi a valószínűség egy ilyenek, hogy pont a megfelelő távolságban megy el egy másik csillag, és pont akkor anyagdarabot tép ki, és azok pont ott maradnak, hát akkor nagyon ritkák a naprendszerek. Ma már tudjuk, hogy majdnem minden csillagnak van naprendszere. Ugye ez is az utóbbi évtizedeknek a fejleménye, hogy az exobolygókat már ezresével fedezik fel, tehát tudjuk, hogy nem ritkák a naprendszerek, hát persze nem is így keletkeznek. Viszont egy hosszú-hosszú jövendőben előfordulhatnak ezek a véletlenszerű események is. Igenis közel kerülhet egy csillag, és kitéphet például egy bolygót a pályájáról. Vagy magához ragadja, és akkor ő körülötte fog keringeni, vagy ami még valószínűbb, kipöcköli az űrbe. Tehát ilyen bolygóbiliárd jelenik meg, a csillag mellől elpöcköli a másik arra járó csillag az egyik bolygót. Tehát ez a bolygó nem fog beesni a csillagba, nem fog bespirálozni, hanem kint van az űrbe. Ennek a folyamatnak is a hatás kell, vagy a jellemző ideje, ez is 10-30. év. Hogy hogy véletlenül vagy nem véletlenül, mind a kettőt ki lehet fejezni elemi konstansokkal, a konstansok meg ott vannak a függvénytáblában, erről is sokat vitatkoznak, én egy egész fél éves előadásról tartottam arról, hogy milyen lenne a világ, hogyha mások lennének ezek a konstansok, tehát ez érdekes probléma. Lényeg az, hogy körülbelül ugyanak annyi idő alatt esik szét ilyen módon egy naprendszer, mint úgy, hogy bekerülnek a bolygók. Tehát akkor mit mondhatunk? A bolygóknak a fele körülbelül be fog kerülni a csillagába, a másik fele kipöckörödik. És a csillag pedig kicsit nagyobb, de nem túlságosan, sokkal több idő alatt be fog spirálozni a centrumba. Ott meg mi van? Ott meg egy nagy fekete lyuk. Tehát a galaxisban végül egy nagy fekete lyuk lesz. Mi történik azzal a bolygóval, ami kirepült az űrbe? Itt van egy harmadik folyamat. A közönséges atomos anyag nem stabil. Persze hát stabil. Mi az, hogy stabil? Hát valameddig fönnmarad. Amíg éleként megtart ez az ág, énekletek van csúcsra, tehát hosszabb időkről van szó. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mondjuk egy műon nevű elemi részecske, amiről sok előadás volt az atomcsillen, lebomlik elektronnal. De miért nem bomlik tovább az elektron? Vannak nála könnyebb részecskék is, eladhatná az energiáját. Igen ám, de van neki elektromos töltése. Úgy lehet elképzelni, mint a Fekete Péter játékot, adjuk egymás kezébe a kártyát, valaki ott van, a Fekete Péter, az már nem tudja hova tovább adni senkinek, ezért kénytelen megtartani, ezért az elektron kénytelen életben maradni. Az elektromos töltés megmaradása a jelenlegi tudásunk szerint egy nagyon exakt természettörvény. És miért marad meg a proton? Az sokkal nehezebb, 2000-szer nehezebb, mint az elektron, több energiája van, kiadhatná. Wigner Jenő 1948-ban találta ki azt, hogy van egy másik fajta töltés, amit barion töltésnek nevezett el, és ezt is sokféle részecske viseli, de ezek közül meg a legkönnyebb a proton, ezért a nehezebbek, lambda, hiperon, meg egyebek lebomlanak protonná, és akkor marad a proton, aki megmarad, mint legkönnyebb barion. Ezért a mi közönséges anyagunkban protonok meg elektronok vannak. Na de, vannak ezek a bizonyos, hogy egyesített elméletek, mik ezek. Kétféle standard modellről szoktunk beszélni, az egyik a kozmológiai standard modell, ami ezeket a kozmikus érákat írja le, a másik pedig a részecske fizika standard modellje, ami arról számol be, hogy milyen elemi részecskék vannak, és ezeket milyen kölcsönhatások kötik össze. Ez jelenleg nagyon szép, de kicsit összebarkácsolt elmélet. Van külön egy olyan elméletrész, amely egyesítette az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatást, meg van az erős kölcsönhatást, tehát a kvarkokat összetartó erőknek az elmélete, és a kettőt ugye egyenes mellé tesszük, ez a standard modell. Mindenki azon dolgozik, hogy egy nagy egyesítést csináljunk, Grand Unified Theory Good, hát akkor ez lenne az, ami együtt leírne az összes eddig ismert elemi részecskét, a gravitációban még nincs benne, az majd a még nagyobb elmélet lesz. Minden verziója ennek egy nagy egyesített elméletnek azt mondja, hogy előbb-utóbb a proton is lebomlik. Mivé? Pozitronnal meg másfajta részecskékké, pozitron már tud egyesülni az elektronnal, és akkor szétsugároznak. Tehát az atomos anyag sem stabil. Az a bolygó, ami kiperdült a naprendszeréből, megy az űrben, de szép lassan, neki megint csak mennyi a karakterisztikus idő, 10-30-valahányadikon év,
Ezt nem tudjuk még pontosan, mert ez a majdani nagy egyesített elméletnek az adataitól függ, a nagyságrendekre korlátok vannak, de azért annyira pontosan ezt még nem tudjuk. Szépen elfogy. Úgy kell elképzelni, mint a, volt egy olyan expedíció 30-as években, hogy letették egy jégtáblára az északi sarkon, és méricskélte az időjárást meg a tengert, de sodródott lefelé, és egyszer csak már a meleg vizekben találták magukat, ahol szépen fogyott el körülöttek a jégtábla, éppen az utolsó pillanatban felszedte őket egy hajó. Valami ilyesmi fog történni ezekkel a kisodródott bolygókkal, lassan elpárolognak, és ahogy Bánkbán mondta, nem adtam, mint a buborék. És marad mi volt a puszta űr. De ez még nem a vége a világnak. Mi marad? A fekete lyukak. Hát itt a Parallaxisban már többször beszéltetek a fekete lyukakról. Jó párszor, igen. Tehát azt most nem kell részlet, ez nem Hawking sugárzásról volt szó. A fekete lyukak is egy idő után elpárolognak. Azt már nem tudom megmutatni, ilyen szép kísérlettel. De mindesetre az még sokkal nagyobb nagyságrend. 10 a századikon egy csillag méretű feketejük, és 10 a 150-en év egy tejútrendszer közepébe levő nagy feketejüknek az elpárolgási ideje. Utána mi marad? Hát pillanatnyi tudásunk szerint szétszórt elemi részecskék, az univerzum tágul. Eddig voltak benne érdekes struktúrák. Magának az egész kozmológiának az egyik legérdekesebb vonatkozása az, hogyha a nulla környékéről követjük a történetet, akkor nem csak néhány függvényt kell megadnunk, hogy a hőmérséket hogy változik az idő függvényében, vagy a sűrűség, hanem az is érdekes, hogy struktúrák jöttek létre. Először összetett elemi részecskék, aztán azokból atomok, aztán azokból galaxisok, csillagok, fizikusok, és így tovább, és még ki tudja, mi lesz később. Viszont ugye ez valahogy ellenment az entrópiának, ezen meg is sokat vitatkoztak, hogy jöhetnek létre a táguló univerzumban struktúrák. A 19. század második felében a hőhaláltól féltek az emberek, Bertrand Russell azt mondta, hogy minek élni, minek szeretni, hogyha úgyis jön a hőhalál. Amikor minden egyforma lesz, unalmas lesz, a különböző hőmérsékletű dolgok kiegyenlítődnek, nem lesz forró, sült és hideg sör, hanem minden egyformán langyos lesz, és mint tudjuk, az úr kiköpi a langyosokat. Ez lenne a világ jövője. De mi tudjuk, hogy ez a világ múltja. A hőhalál az jelen volt abban a forró plazmakorszakban, amikor a termodinamika egyensúly uralkodott, és az univerzum feltámadta a hőhalálból. De a termodinamika a legáltalánosabb fizikai törvény, és előbb-utóbb győzni fog a hőhalál, tehát mindenféle átmeneti objektumok, galaxisok, fekete lyukak után marad a táguló háttérsugárzás, az a ritkuló anyag, amelyben nagyon kicsi a hőmérséklet, 10 a mínusz századikon Kelvin, vagy ilyesmi annak a hőmérséklete, rettentően hosszú hullám, hosszú elektromágneses sugárzás, meg néhány maradék elemi részecske tölti ki a világot, és pillanatnyi tudásunk szerint ezután nem történik semmi. Én reménykedem, hogy még ott, ahogy Feynman mondtad, alul még sok izgalmas dolognak van helye. Ha valakit érdekel, akkor hallgassa meg ezt a 137 quintillió éves előadást, amelynek a végén bedobtam egy történetet arról, hogy hát nem kell annyira elkeserni, hát ha még akkor is várható valami. Na, ezzel kapcsolatos még talán az utolsó kérdésem szerintem, de azért ez engem nagyon piszkál. Oké, tágul a világegyetem, rendben, de aztán a végén kialakul ez a töményunalom, ez a, hogy mondjuk csak ez a hát lényegében egyenletesen eloszló struktúrák nélküli világ. De pont erről a termodinamika második főtételéről, amikor például én tanítom, akkor azt szoktam mesélni, hogy hát valójában ez egy statisztikai törvény, ami azt jelenti, hogy végül is nem tilt semmiféle olyan törvényt az, hogy például ebben a szobában az összes molekula összegyűjjön a jobb felső sarokba, és mi itt megfulladjunk. Tehát ez például nem olyasmi, amit például az energia megmaradás, vagy bármi ilyesmi törvény tiltana, hanem egyszerűen csak ez egy rendkívül, szinte elképzelhetetlenül, kimondhatatlanul, még az általad emlegetett nagy számokhoz képest is, szinte végtelenül valószínűtlen állapot, és ezért nem áll elő. Ám de a szinte az mégiscsak egy fontos dolog lehet akkor, hogyha konkrétan végtelen idő áll rendelkezésünkre. Tehát, hogyha az egész világegyetemben már tényleg csak néhány kósza elemi részecske van, meg fény, semmi más. De pont a végtelen idő, nem látod-e úgy, hogy a végtelen idő az lehetőséget teremt egy újbóli feltámadásra ebből a hőhalálból is, hogy,
hogy teljesen spontán módon a végtelen időben mégiscsak struktúra keletkezzen, és akár újrainduljon valamilyen értelemben a sztori. Mit mondasz erre? Hát ezen sokat vitatkoztak, és az egyik válasz az, hogy bár a termodinamika lehetővé teszi, a relativitás elmélet nem teszi lehetővé. Ugyanis, hogyha a tágulás miatt az egyes elemi részecskék olyan messze vannak egymástól, hogy soha büdös életben nem találkozhatnak, akkor nem tudnak összegyűlni nagyobb struktúrákkal. Úgy lehet mondani, hogy túl vannak egymásnak a kauzális horizontján, már nem látják, mert már a fény sem ér el egyiktől a másikig, mert már fénysebességnél gyorsabban távolodnak egymástól. Egy elektron nem csinál nyarat, és se bolygót, se semmit, bár a fene tudja, hogy még mi várható, de lényeg az, hogy olyan jellegű struktúrák, amik ezekből az elemi részecskékből épülnek össze, olyanok nem várhatók egyszerűen a nagyon nagy ritkulás miatt. Azt viszont a jelenlegi univerzumban látjuk, hogy nincsenek olyan rettentően nagy fluktuációk, hogy egyben maradhatnak, tehát a korábbi sűrű struktúráknak a maradványai egyben maradjanak, hiszen ezek a mechanizmusok, amiket az előbb mondtam, ezek a korábban létrejött bolygókat, meg csillagokat, meg feketőkokat, egyéb sűrű struktúrákat szétszórták. A szétszórt anyag viszont a tágulás miatt nem tud még egyszer összesűrűsödni. Lehetséges egy másik ötlet, amit Penrose vetett fel, hogy 15-20 évvel ezelőtt. Ez egy nagyon izgalmas és matematikailag kidolgozott, de fizikailag nem túlságosan elfogadott elmélet. Penrose azt mondja, hogy amikor már minden közönséges, tömeges részecske elfogyott, és csak a fotonok maradtak, akkor nincs a világban méterrúd. Ezt ő szebben mondja a konform transformációknak a matematikájával, aminek ő a nagy szakértője, az lényegében azt jelenti, hogy a tiszta elektromágneses sugárzásnak van egy olyan extra szimmetriája, hogy meg lehet nagyítani, és attól még ugyanazok a törvények írják le. Egy hidrogénatomot nem lehet megnagyítani, a kvantummechanika megmondja, hogy mekkora. 5-szer akkora nem működne, 50 000-szer akkora sem működne. Egy elektromágneses hullám lehet kis hullámosszú, nagy hullámosszú, ugyanazok a szabályok írják le. Tehát egy nyújtás invariáns. Egy táguló univerzumban nincs méterrúd, mert a fotonok vagy a sugárzás hullámhoz akármekkora. Penrose azt mondja, hogy ez a most elkezdődő tágulási korszak, ez tulajdonképpen az univerzum egy későbbi korszakának, vagy egy későbbi fejlődési etapjának a inflációs korszaka. Tehát azok a nagyon nagy távolságok és nagyon nagy idők, amikről most beszélünk, azok egy későbbi, sokkal-sokkal nagyobb nagyságrendben megvalósul univerzumnak a kezdeti lépései, amelyből majd kialakulhatnak olyan újabb, sokkal nagyobb struktúrák és sokkal lassabb struktúrák, mint ahogy elképzeljük, amelyek majd esetleg újabb szerveződéshez vezethetnek. Ezt kétféleképpen mondja el, és szándékosan homályba hagyja, hogy hogy gondolja. Vagy azt mondja, hogy a könyvnek az a címe, hogy az időciklusai, tehát ez nem tudományos cikkekben jelent meg, hanem ismerettel ezt a könyvben. Visszafordul önmagával az idő, tehát akkor többen a mi világegyedemünk kezdődik újra. Mostani korszak az többen ugyanaz, mint a hajdani infláció. Vagy pedig azt mondja, hogy egymást követő etapok vannak, és akkor mindegyikben egyre nagyobb, 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 tehát elképzelhetően méretben nagyobb az univerzum és tágul. Na most, ez matematikailag nagyon szép, nekem is nagyon tetszik, de fizikailag vannak ellene érveim. Egyrészt nem igaz az, hogy nincs méterrúd. Éppen az előbb beszéltünk arról, hogy maradtak elektronok, meg pozitronok, amik szétszóródnak, vagy protonokból visszamaradt pozitronok, de ezek már nem tudnak találkozni egymással, vagy szétsugározni, hiszen olyan távol vannak egymástól. Maradnak tömeges részecskék az univerzumban, egymagában nem tud elbomlani. Tehát kicsi, ritka, de van neki méterrúdja. Ez az egyik. Ezért nem igaz teljesen ez a konform invariancia. A másik alap elállítás, tehát tegyük fel, hogy minden elektron pozitron szétsugárzott, és nincs más, csak az elektromágneses sugárzás. Ekkor is van méterrúd a világban. És ezt most már 120 éve, 122 éve tudjuk. Planck, amikor a kvantumelméletet megalapította, és felfedezte a róla elnevezett állandót, a Planck állandót, akkor utána megkonstruálta a univerzális mértékegységrendszert. Három nagy elméletünk van, az általános relativitás elmélet, erre jellemző a gravitációs állandó, a speciális relativitás elmélet, erre a fénysebesség, és a kvantum elméletben a Planck állandó. Ezekből meg lehet konstruálni hosszúság, idő és tömegegységeket. Valahogy olyan, mintha szétszednék egy nagy struktúrát, és felfedeznék benne a Lego kockákat, és ezeknek a méretét akkor ki lehet akkor is találni, mielőtt teljesen szétszedem az egészet, rá lehet jönni, hogy mekkorák ezek a kis kockák.
van mérterúd akkor is, ha nincsenek részecskék. Minden részecskéhez hozzá rendelhető a tömegével fordítva arányos hosszúság az olyan Compton hullámhoz, Penrose ezt emlegette. De ha nincsenek részecskék, akkor is van mérterúd. Tehát az univerzumnak van abszolút skálája, és nincs emiatt ez a tágulási vagy a invariancia. Ezért úgy érzem, hogy ez matematikailag nagyon szép, de fizikailag nem kidolgozott elmélet. Penrose még olyanokat is mondott, hogy a gravitációs hullámok maradék, aztán átalakul X mezővé, és abból lesz a következő infláció, ez megint csak nincs kidolgozva fizikailag. Lehet, hogy ebben az irányban lehet keresni tovább, de ez már inkább csak mondjam, ilyen önvigasztalás, hogyha nem azt akarjuk mondani, hogy a világ egy ilyen unalmas ásítással ér véget. Hadd idézzek végezetül egy másik tudost, Arthur Eddington, aki nagyon híres csillagász volt, egyebek között ő volt az, aki 1919-ben a napfogyatkozási észlelésével, pontos megvizsgálásával bebizonyította Einstein elméletének egy jóslatát, hogy a nap mellett elhajlik a fény, pont annyival, amennyivel Einstein megmondta. Egyebek között az 1910-es években megmagyarázta a csillagok szerkezetét, ilyen rendkívül öntudatos állítást mondott Eddington, hogy ma már elég okosak vagyunk ahhoz, hogy megmagyarázzunk egy rendtetően egyszerű struktúrát, mint a csillag. Akkor még nem tudták, hogy mitől világítanak a csillagok, mi van a csillag közepén, de azt mondta, van valami energiaforrás, a többit kiszámoltam. Na ez az Eddington írt rengeteg ismeretesztő könyvet, és akkor a 30-as években lefordították magyarra. Akkor még úgy gondolták, hogy az elektron meg a pozitív proton egyszer majd találkozik és szétsugárzik, akkor még nem tudták, hogy van bariontöltés megoldás, akkor nem tudták, hogy a bariontöltés megoldás sérül, vagy lesznek fekete lyukak, és hogy a fekete lyukak szétsugároznak, de Eddington azt mondta, hogy a világ végét úgy lehet elképzelni, hogy hosszú unalmas rádió közvetítést. Mit mondunk most ennyi szöveg után? Világ vége olyan lesz, mint egy hosszú unalmas rádió közvetítés. Nem erre a műsorra gondoltam. De nem egy podcast. Na, igen. Na, mégis maradt bennem egy kérdés. Egyetlen egy. De most nem egy annyira nem nagyságrendű, de azért mégiscsak egy elég tekintélyes számot akarok megkérdezni tőled, hogy jelen állás szerint ma az elmúlt hétbeli adatok szerint az atomoktól a csillagokig YouTube csatornája úgy unblock hány megtekintésnél jár? 2.800.000 fölött járunk. Ebből a legnagyobb nézettségű Kistóth Áginak a fekete lyukakról szól előadás, ami 380.000 egymagában. Azt a mindenit. Tehát, hogyha kilométerenként állnának a nézők, elérnének a holdig. Hát ez fantasztikus. Na, szóval hát nagyon köszönöm a beszélgetést is, meg hát tényleg ezt az irdatlan mennyiségű, és ezek szerint ugye nagyon sikeres ismeretterjesztő munkát, amit végeztek, de nem véletlenül egyébként, vagyis hát véletlenül? Nem véletlenül atomoktól a csillagokigos pólóban vagyunk, úgyhogy ezúton is kapacitáljuk a paralaxis fogyasztókat is, hogy bizony váljanak egyúttal atomcsill fogyasztóvá is. Akkor már hadd mondjam el, hogy a sorozat természetesen a szeptembertől áprilisig tart általában két hetenként előadást, igazodva az iskolai szünetekhez, de amikor éppen nincs előadás, akkor is felteszünk régi videókat, kicsit felújítva, és a nyáron is folyamatosan hetente mindig péntek este megjelennek videók. Az első előadás valamikor szeptember 10-e környékén várható, azt hiszem az lesz a címe, hogy tanácsok kezdő időutazóknak. Na, hát ez fantasztikus. Na, hát érdeklődéssel várjuk, és nagyon szépen köszönöm az interjút. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis